Rendhagyó módon a néptánc bemutatóval kezdődött szerda délután a megyei közgyűlés ülése. A napirendek elhangzása előtt ismét átadták a Heves megyéért kitüntető címeket. Az elismerést minden évben azok vehetik át, akik munkájukkal öregvítik a megye hírnevét és sokat tesznek annak fejlődéséért. Most öten kapták meg az elismerést. Biros Péter, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, dr. Liptei Kálmán rektor, Maksa Henrietta néptáncművész, Sándor Tamás, a Bükszent Mártoni sajtkészítő, valamint a Tobán hagyományőrző egyesület. Én úgy gondolom, hogy mindannyian a saját területeken végzett munkájukkal értéket képviselnek, és olyan értéket képviselnek, melyre a megyénkben büszkék lehetünk, és ezért örömmel adományozta a közgyűlés ezt a díjat nekik. A közgyűlés ezután elfogadta az első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót, valamint a megye gazdasági helyzetét bemutató tájékoztatót. A közgyűlés végén a tagok zárt ülésen döntöttek a dr. Jakab István emlékgyűrű adományozásáról.